Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Rendhagyó módon nem a stúdió, hanem a Szabadkai Népszínház ad otthont a mai szubjektívünknek. Vendégünk is szorosan a színházhoz kapcsolódik. A Thalia Színház, az Arizona Színház egykori tagja, a Soproni Petőfi Színház és az Új Színház művésze, a Gyulai Várszínház, a Budaörsi Játékszín, a Budapesti Kamaraszínház vendégművésze, Kabos Gyula díjas, Thalia gyűrűs és Emerton díjas, Ince József. Sok szeretettel köszöntöm. Szintén köszöntöm nagyon nagy szeretettel a nézőket. A szabadkai közönség az Andrássy Attila rendezésében színre vitt az Ügynök halálában láthatta önt Willy Loman alakjának megformálásában. Hogyan került kapcsolatba a Szabadkai Népszínházzal? Mikor érkezett ez a felkérés, hogy Miller klasszikusának címszerepét adja elő a Vajdaságban? Hát pontosan ez nyáron érkezett ez a felkérés, de Andrássy Attilát már 6 éve ismerem. A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházban én már részt vettem, tehát körülbelül egy 6 éves ismerettség van Attilával. Ott a Piétában játszottam a 1918 mélyrepülés, illetve Zuhanás című darabban, tehát nem ismeretlennek voltunk egymás számára, és így kaptam nyáron ezt a igencsak megtisztelő felkérést, hogy a Willy Loment eljátszhatom. És hát így kerültem ide a Szabadkai Népszínházhoz. Egyébként 77-ben, most ugrottam egy nagyot az időben, akkor már játszottam, nem itt, hanem amit lebontottak színházban, a Szegedi Nemzeti Színház vendégjátékaként statisztáltunk az Ember tragédiájában, abban már voltam, tehát Szabadka nem volt ismeretlen olyannyira számomra. Ugyanakkor szegedi vagyok, szögedi, tehát nagyon közel van egymáshoz, és jártunk át Szabadkára néha. Beszéljünk akkor Willy Lomanről, az alaknak a megformálásáról. Ugyebár a cím is elárulja, hogy hogyan fog végződni a darab. Mégis a közönség várja, hogy ez tulajdonképpen az Ügynök halála hogyan is fog beteljesedni, mi lesz ennek a szenvedésnek, amit végigkövethetünk a vége. Hogyan tudta megformálni ezt a mégiscsak szerethető, de azért néha az ember sajnálja is a karaktert, de bizonyos megnyilvánulásai ellenszenvesek, agresszívek. Nézze, egy színésznek mindent meg kell formálnia, amit kap, ugye? Hát nyilvánvaló, hogy a Willy Loman az egy különleges eset ebben az ügyben, mert azt mondtam, amikor megkaptam, hogy a Hamletet már nem játszhatom el, mert ahhoz már öreg vagyok. Viszont a Willy Loman nem lehet eljátszani 20 évesen, mert ahhoz meg fiatal az ember. Nagyon sok közös vonást éreztem a Willy Lomanben, nem is az Amerika imádat, és nem is az Amerikával kapcsolatos dolgok, hanem totális párhuzam van a rendszerváltás óta Amerikával, hiszen beburjánzott Amerika, most nem akarom a McDonald's-ot meg ezeket azokat mondani. Tehát Amerika imádók lettünk, először Szovjetunió imádók voltunk, most Amerika imádók lettünk, tehát nyugat felé nyitott az ország még annó. Én mind a kettőben részt vettem, nem politikailag, színészileg, hál' Istennek. Én jól éreztem magam színészileg a rendszerváltás előtt is, a teljesen más világ volt. Viszont visszatérvén a Willy Lomanhez, hát az Ügynök az tulajdonképpen sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye a magyar nyelvben ez egy érdekes dolog. Ügynökösködik valaki, vagy ágens, tehát kémkedik valaki, stb. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy egyszerű kereskedő tulajdonképpen, amit annak idején úgy hívtak, hogy házalás. Tehát volt ez már, hogy bekopogtak és a portékát kínálták. Ez idáig rendben is van, mert hiszen mindenfajta munkának, amit az ember becsülettel, tisztelettel végez, annak értékének kell lenni. Hát itt kezdődtek a gondok. Nem csak Willy Lomannél, hanem az országban is, meg mindenütt. Hagyja soroljam, jelzálok itt, stb. Willy Lomannek, aki hajdanán egy jó menő ügynök volt, az 50-es évekre mondhatjuk, datálhatjuk 40-es évekre, ugyebár 48-ban jelent meg Pulitzer díjat és kapott Miller érte. És ez tulajdonképpen annak az amerikai álomból egy rémálommá válás, amikor a családfő nem tudja ellátni tulajdonképpen a családfői
feladatait, nem tudja a ház részleteket fizetni, és hasonló. Erről van szó. Most ő nem mondta, hogy tulajdonképpen... Néhány mondatban, ugye már. De tényleg így van, és teljesen találkozott velem ilyen szempontból is a szerepben. Nekem is voltak gondjaim, nem a családdal, hanem pontosan a Soproni Színházat említette. Én 30 évig egyfolytában társulati tag voltam. Tehát nekem eszembe sem jutott az, hogy én az utcára kerülhetek. Mint ahogy a Willy Lomennek sem jutott eszébe. Hiszen rengeteg jó szerepet eljátszottam, rengeteg tévéjátékba szerepeltem. Most ismételgetik is, kabarékba, tehát nagyon sok rétegű munkát kaptam, hál' Istennek. És egyszer csak padlóra kerültem, tehát nem volt tovább társulati tagságom. Megszűntem társulati tagnak lenni, szabadúszó lettem. És akkor ide-oda mindenféle utazó színházakból, ha kerestek, kerestek, utazgattam, és hát igen nehéz időszak volt az életemben. Tehát ilyen szempontból nagyon találkozott a Willy Lomen az én lelkemmel, és még időben, mert most kezdek egy kicsit kilábalni ebből a problémából. Hiszen igen, az új színházban tag vagyok, tehát leszerződtettek, még a Nemzetiben is játszom vendégként. Itt is játszom vendégként, tehát nem csak művészileg, hanem emberileg is úgy érzem magam, anyagilag is, de azt most zárójelbe teszem, mert nem ez a lényeg, illetve lényeges, hogy az ember élni tudjon, hiszen erről beszélt az előbb ön is. Tehát most úgy néz ki, hogy picikét úgy kezd helyre rázódni az életem. Ez természetesen a családomra is kihat. Az is kihatott, amikor nem volt munkám, és az is kihat, hogy van munkám. Ugyan a dettó ugyanaz, mint a Willy Lomennél a helyzet. Amikor olvasta a szövegkönyvet, akkor fölmerült önben egy ilyen párhuzama a két... Hát természetesen, mert egy csomó olyan mondat van benne, amihez talán, én azt mondanám, hogy még színészet se kell, csak egyszerűen elmondja az ember, és annyira talál. Hogy szóval az, hogy egy életmunkája, mire kifizeted a házat, és mire a tiéd, nincs, aki lakjon benne. Hát azt hiszem, hogy ennél szebbet én nem is tudok mondani a Willy Lomenről. Természetesen, ahogy említette, a keserűség, az önfejűsége, ami létező dolog persze. Ugye nem mindegy, hogy az ember 50 évesen elveszti a munkáját, vagy 55 évesen. Ez azért korán sem mindegy, ez, mert valamikor ez nem így volt. Én pontosan tudom, hogy ez nem így volt. Mert mindenki megtalálhatta a saját maga helyét. Nyilvánvaló, egy 50 és 60 közötti férfi ember, az nem képes minden olyasmire, mint egy 20 éves. De ez fordítva is igaz. De nekem mindig a görög bölcsek jutnak eszembe. Azokat nem kirúgták, nem elfelejtették, hanem a tanácsukat kérték. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Csak ők már nem voltak olyan aktívak, mint a fiatalok. Nyilván egy 80-es ember nem ment el a spártai csatába harcolni. De megmondta, hogy mi az észszerű, és mi a nem észszerű. Tehát itt is látok nagyon sok párhuzamot. Aztán, hogy a címére visszatérve, hát ez az Arthur Millernek egy érdekes csapdája, mert itt egyértelmű a dolog. De a Hamletnál mi a helyzet? Hát nem a Hamlet halálát játsszuk, hanem a Hamlet. És mindenki tudja, hogy 5 halott lesz a végén. Tehát azzal is tisztában van a néző. Inkább én abban látom ezt a kérdésében az érdekességet, hogy tulajdonképpen, tehát amíg eljut odáig, ugye ez egy írói dolog, egy rendezői dolog, egy színészi dolog, egy csapatjáték, és a néző beül, pontosan tudja, hiszen a címben benne van. De nyilvánvaló arra is kíváncsi, hogy hogyan jut el az ember idáig. Na most itt egy nagyon-nagyon faramúci helyzet áll elő. És ez nyilván az amerikai álomhoz is nagyon közelít. Tudnélik, neki azért kell meghalnia, hogy az életbiztosítását a fiam megkapja. Mert ha nem hal meg, nem kapja meg az életbiztosítást. Hát azt hiszem, hogy ennél többet megint nem tudok erről mondani, mert ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog, és hát embertelen dolog. Említette a fiúkat, ugyebár Biffé és Happy. Csernik Árpád alakította a karakteresebb, az idősebb fiút, akinek egy, hát talán egy bizonyítási vágya van önmagába, de valahol mégis nem tud megfelelni se a saját maga által elképzelt képnek, se annak a szerepnek, amit Willy, ugyebár az apa, neki szán, hogy ugyanúgy ügynök legyen, ugyanabba nyomdokába lépjen, és legyen sikeres.
És ő állandóan tépelődik, folyamatosan. Próbálja ezt az ő tépelődését többszöri alkalommal elmondani, de Willy keményfejűsége, konoksága, saját igazáról való meggyőződése nem engedi. Egyetlen egy jelenetben történik ez meg, ami a nézők számára most nem próbálom lelőni, de nem biztos, hogy annyira észrevehető. És ebbe is van egy kép, ugyebár, hogy elterelik a figyelmünket arról. És ez valahol az életben is így van, hogy mindig megpróbáljuk elmondani az igazunkat, az érzéseinket, a gondolatainkat, és soha nem sikerül. Amikor meg nagy nehezen sikerül, vagy nem akkor... vagy nem más kérdés. Amikor meg végre sikerül, akkor nem figyelnek ránk az emberek. Nézd, én azt hiszem, hogy itt alapvetően egy generációs problémáról is szó van, ami egy természetes dolog, tehát egy apa-fiú közti kapcsolat. Ugye az embernek a fia, nekem is van, hál' Istennek, 20 éves, hát tényleg úgy néz ki, mint én 20 évesen. De én már nem úgy nézek ki. Tehát nyilvánvaló, itt van egy generációs probléma, plusz van egy társadalmi probléma, ami itt is működik, ami országos szinten, illetve világszinten is működik. És még egy nagyon fontos dolog, ami itt érdekes szintén, hogy ugye régen úgy volt, hogy apáról fiúra szálltak a mesterségek, ami egy gyönyörű dolog volt. De nem minden esetben volt a fiú olyan tehetséges, mint az apa. És most a tehetséget jó értelemben értem, hogy mert utálom ezt a szót egyébként. Tehát, hogy és őnek nem tetszett, vagy nem ízlett az, mert nem akarta tovább vinni a szekeret. Na most itt van az ellenségeskedés és az ellentmondás, hogy tulajdonképpen az apa meg nagyon szeretné. És nem akarja elviselni és rájönni az önfejűsége miatt, hogy nem ez az út. Tehát ebbe bele kell törődni egy szülőnek, hogy már más utak vannak. Nem mindegyik jó, hangsúlyozom, mert az embertelenség az nem jó dolog. Tehát az emberi dolgok nagyon kivesznek, és kiveszőbe vannak. Most nem akarom semmifajta reklámot mondani, de hogyha csak úgy nagyon szépen képletesen mondom, és megkérdezem, hogy öntől, hogy ön mikor írt utoljára képes lapot, hogy drága szüleim, csókollak a Balatonról. Ugye? Egy internet, egy telefon el van intézve, és már nem kell kommunikálni. Már nem kell egymással beszélni, nincs szájról szájra, nincs apáról fiúra, mert egyszerűen nem kommunikálnak az emberek. Erre lettünk rákényszerít a fölgyorsult világban. És én hiszek abban, hogy ugyanúgy, mint a zenében, és nem csak a színházban, hanem az emberi életben is az örökzöld, tehát az evergreen és az emberi dolgok nem tudnak kivészni és elvészni. Ugyanakkor Willy fiatalabbi fia, Happy, őrá ilyen nyomás nem nehezedik. Ez a kisebbik testvérnek a privilegizált szerepe? Hát nyilván ő is két tűz között szenved, hogyha belegondolunk, mert ott van az idősebb bátya, akire föl kéne nézni. Ott van az apja, akire föl kéne nézni. Ő még nem tett semmit le az asztalra, az apja már nagyon sok mindent letett, és ő valahogy tépelődik, és inkább a szórakozásba menekül bele, az élet igellésbe, amiben egyébként fiatalon mindannyian belemenekülünk, mert ha akkor félretettünk volna, most nem lenne problémánk, de akkor, amikor olyan úgy ment a szekér, egy kicsit meg úgy jól érezte magát az ember, akkor bele se gondolta abba, hogy 20-30 év múlva esetleg nem tudok venni kenyeret vagy tejet. Eszembe se jutott volna. Itt van még egy alak, aki tulajdonképpen a báty szerepe, Ben. Igen. Aki valós, nem valós, Willy fejében létezik, az eredményei csak a Willy fejéből származnak, de mégis egy tulajdonképpen a kis ördög a vállán, aki mindig arra csábítja, hogy nagy dolgot tegyen, holott Willy is jól tudja, hogy ő annak ellenére, hogy felugrik, holnap bemegyek, holnap megcsinálom, megmondom, mégsem mindig tudja ezt. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Én megmondom őszintén, engem korán sem érdekel, hogy ki hogy gondolja ezt, mert ez egy álomkép volt a Millernél, és tehát, hogy ebbe ki mit gondol bele, nem az, hogy ki hogy gondol, hanem ki mit gondol bele, hogy kis ördög, nagy ördög. Megint szerintem nagyon egyszerű a dolog. Tudnék, a rendszerváltás előtt miért mentek nyugatra az emberek? A nagy gazdasági vágyam miért mentek? Diszidál, úgy hívták, hogy diszidál.
emigrált, ha szép szóval mondtuk, mert az visszajött, aki diszident, szóval ez is egy zűrzavaros dolog számomra. Tehát elhagyta az országot annak a reményében, hogy jobb élete lesz. Most a Benn-szindróma ugyanez. Ő elment és bejött neki. Hát aztán ő is meghalt, mert mindenki meghal. És ugyebár Willynek egyedül ilyen támasza a felesége. Lelki. Igen, a Ben is, tehát ő az egy másik kategória. A Linda, tehát a felesége, az nyilvánvaló egy komoly háttér. Ezt nagyon sokszor elmondja minden színész, vagy tudós, vagy olyan ember, aki kicsit olyan dolgokkal foglalkozik, ami idegölőbb, nehezebb, hogy, és akkor úgy megmosolyogja az ember, hogy ilyen gyönyörű háttér nélkül nem tudtam volna ezt végigcsinálni. Dehogy nem. De ha van az a bizonyos háttér, akkor az ember sokkal erősebb. És akkor sok mindent másképp gondol. Most itt nem csak a feleségről beszélek, hanem magáról, a családról. A biztos háttér. A biztos háttér. Így van. Ami, hogyha egyszer elbizonytalanodik, ugye, akkor lép be a képbe a Lindának a jelleme, amit gyönyörűen formálja meg a Gabi, szerintem, hogy a szeretet és az együvé tartozás ebben az esetben ugyanazt jelent, mint a bajtársiasság. Tehát a bajban is ugyanúgy társak vagyunk, mint a nihilben. Ez az igazi. Ez az igazi. Hát az egy másik dolog, hogy a Willy menni, ha ugye stiklit is csinál, de ha nagyon belegondolunk, akkor persze ez nem érthető. Nyilvánvaló. De hogyha ennyit úton van az ember, és megy, hát a kísértés az borzasztó nagy. Most itt gondolok a nőre, tehát az, hogy hát ilyen előfordult, de ettől nem vált el, ettől ő nem lett rosszabb ember, nem olyan ember, egyszerűen csúnyán mondva kihasználta a helyzetet. Tehát azért a Willy Loman nem egy strici volt, hogy ne tévesszük össze. Igen, hibákat követett el, de azért minden, a családjáról. Esendőek vagyunk, mindenki hibát követ el. A 10 parancsolatban, ami benne van, abból nem tudom, hogy mennyit lehet betartani. Én mindegyiket szeretném. Ez talán egy másik műsornak egy a másik, témája igen, lehetne. Igen, de minden, de be kell, de be kellene, de nem mindig úgy adódik, nem mindig úgy adódik. Akkor is mindig én azt mondom, hogy a tisztesség, a becsület, a hit, ezek nagyon összefüggő dolgok, és akkor olyan nagy baj nem lehet. Persze lehet, de az ember másik. Ugye megint csak ugyanide tökéletesen szerintem kifejezi ez a mondat, amit most fogok mondani, túlélés. Ez is egy utálatos szó, ha belegondolunk, de ugyanígy benne van az ügynökben, mint benne van sok minden másban, saját életünkben, hogy egy idő után az ember nem fog bosszankodni, nem fog beleőrülni, nem követel öngyilkosságot, ugye? Itt más a helyzet. Azért, mert azt mondja, hogy én akkor is megcsinálom. És ezeknek nem leszek öngyilkos. Tehát akik belelovalnak ugye a dolgokba. Nyilvánvaló ez idegállapot kérdése is, meg emberfüggő is, ugye ki milyen ember, mennyire tud kicsúszni a talaj a lába alól, de semmi szín alatt én nem hiszek abba, hogy az egy menekülési útvonal az öngyilkosság. A darab most már többször előadásba került itt Szabadkán, valószínűleg az évad végéig játszani fogják. Amikor befejeződik, én szeretném. Milyen érzésekkel fogja, remélem, csak ideiglenesen Szabadkát itt hagyni? Hát erre megint csak egy egyszerű választ tudok mondani. Említettem volt, hogy szegedi vagyok. Rendszerváltás előtt, rendszerváltás után. Én, amikor először jöttem a MKUK-hoz, Magyar Konizsára, és nem ismertem föl a Tiszát, csak nagyon gyanús volt, hogy az ártér is, meg a maga a folyó is olyan furcsának tűnik nekem. Hát kiderült, hogy ott fordul a Tisza, tehát pont légvonalban 10 km vagy 20 Szeged. Na most onnantól kezdve én nekem olyan dobbant a szívem, hogy én ezt is elmondtam már egy párszor, és ezt így is gondolom, és ezt hiszem is. Én nem Szabadkára jöttem, én nem Délvidékre jöttem, nem magyar, én hazajöttem. És ezt tényleg így érzem, ebben semmi különlegesség nincs, semmi fővárosi színész, vidéki színész, mert ez is egy hülyeség volt nálunk, ugye a mai napig így van. Budapest központú az egész ország. Budapest centrikus a mai napig. Hát persze vannak próbálkozások, de hát ezzel így együtt kell élni. Említette, hogy az új színházba talált új otthonra.
Mit készítenek, mit láthat a budapesti közönség? Hát most a legújabb bemutató, amire készülünk, a Vashalbert, sose tudom kimondani, Funtinelli boszorkányok, azt hiszem, mert Funtinellinek is mondják, de én szerintem Funtinelli, és nem akarok, Isten őriz, hogy megbántsak valakit. Mert ez is azért érdekes, mert hallottam róla, Vashalbertről is, Márairól is. A Gyida Jenőt még sikerült olvasnom. Ezeket, a tiltott szerzőket úgymond nem sikerült olvasnom annak idején. Biztos lett volna rá lehetőségem, ha hamarabb kerülök Erdélybe, vagy Felvidékre, vagy Délvidékre. Egy Nyírő, ugye a földindulást is csináltuk. A Tamási Áront azt még lehetett. Tehát az, igen, ő még átcsúszott az ellenőrzésen, hogy így mondjam, ma már hál' Istennek, ez csak így ilyen kis viccesen lehet mondani. Tehát én, és hát most megvolt az olvasó próba, és számomra ez egy döbbenetes darab ez a... Én olvastam az ön által tévére, sorozatok, előadások, hatalmas repertoár az, amiben ön részt vett, tehát a komikus szerepektől kezdve az nagyon komoly drámai szerepeken keresztül, sorozat szinkronok, sorozat összeszámolhatatlan, hogy mennyibe vett részt ez az elmúlt 34 év alatt, itt számolgattuk, igen, vagy igen. Még több is, ugye? Hát nézze, a tanárom, a mesterem az Kazimír Károly volt, a zenésmesterség Iglódi István. Engem tanított a Nádasdy Kálmán is, aki az operaház igazgatója volt. Akkor a Fischer Sándor, aki beszéd, a Hegedűs Gyula bácsi, a nagy dráma történet, ő tanította nekünk, és most senkit nem akartam kihagyni. De ott volt egy alap dolog, hogy egy színésznek univerzálisnak kell lenni. Mondta ezt a tanár úr 81-ben. Na most ezen mi röhögtünk? Hát ugye röhögtünk, mert már nem az a világ volt, hogy tragika, tragikomika, bon vivant, primadonna, stb. Ugye akkor rétegeződve voltak a dolgok. Nem, típus színészek. Hát, típus színészek. Ugye, hanem univerzálisnak kell lenni. Tehát minél több dolgot tud az ember, annál több felé tud mozgolódni és élni. Ugye én is, és ez egy adottság is, tehát ezért ezt nem nagyon lehet úgy megmagyarázni, mint az A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzettel, mert van, aki nem tudja a könnyű műfajt, és attól még ő nem rossz színész, csak nem tudja, mert nem érzi. Ugyanígy a zenésekkel is, mert egyik műfaj sem könnyű. Szóval ez hazugság, hogy egy vígjátékot könnyebb játszani, mint egy drámát, ez nem igaz. Vagy egy operettet, ez nem igaz. Mindegy, hát ott van, jót s jól, ebben áll a nagy titok. Köszönjük szépen, művész úr, és megköszönöm a nézők figyelmét is, továbbra is maradjanak a Pannon Televízióval. Viszontlátásra!